150. alkalommal viselt az Egeres B.S. Eszterházi mezét Szabó Péter, csapatkapitánya. Hát nem tudom, hogy Egerbe érkezésedkor számítottál-e arra, hogy ilyen sokáig ennyi meccsen fogod majd szolgálni a klubot? Hát minden klubba hosszú távon terveztem, tehát hála jó Istennek volt, ahol visszamentem. De talán 5 klubba lejátszottam ezt a 20 pár évemet. Most egy kicsit nehéz, mert pont a magamat is sajnálom ezzel a meccsen, meg a csapatomat is. Úgyhogy ennek az eredmények egyébként nagyon örülök. Még 150-et meg szeretnék élni az Eger kötelékébe, lehet, hogy már másképp, de minimum. Én azt mondom, hogy büszke vagyok rá, hogy nem tudom, 5. évemet kezdtem, kitartott a klub is mellettem, voltak nehezebb, rosszabb idők, mint mindenki életében. Jelen helyzetben épp a rosszakat töltjük, de mindenképp azt mondom, hogy hajrá Eger. Gondolom, hogy azért az ünnep akkor lett volna igazán teljes, hogyha majd Cegléd elleni mérkőzés sikerül megnyerni. Mit gondolsz, mi hiányzott? Ez is egy végleteki kiélezett végjáték volt, és hát a harmadik egy gólos vereségünk az idén. Az a bajom ezzel, hogy most már nem akarom magamat ismételni, mert pont nem tudom melyik mérkőzés után, szerintem a Komló után fenn volt, és elmondtam, hogy sajnáljuk, szintén sajnáljuk. Nehéz helyzetben vagyunk, de ebből kell fölállni. Tehát én azt mondom, hogy az lesz a nagy dolog, hogyha ebből kijövünk, avagy felállunk. Mi bízom benne, hogy meg fogjuk tudni csinálni ezt a történetet valahogy. Miben volt most jobb a Cegléd? Mit gondolsz? Mi az, ami hiányzott? Én azt mondom, a Cegléd úgy jött ide, hogy igazából ilyen, nem akarok ilyet mondani, mert nem is szeretnék, hogy esélytelen nyugalmába, de így mondom, hogy itt ki lehet kapni ezt. Inkább az előző fél évben alakítottuk ki ezt a képet, és most a véleményem szerint már annyira rágörcsöltünk erre a győzelmi kényszerre, vagy hogy annyira nyerni akartam, hogy teljesen az ellentétjére fordult ki. Zicserhibák, lövéshibák, hogy egy kicsit ezt a görcsös feszességet kéne elfelejtenünk szerintem, és jobban tudnánk teljesíteni a pályán. Javítási lehetőség legközelebb Budakalászon lesz, nincs is sok pihenni, ugyanis jövő szerdán már ismét pályára kell lépni. Hát ott se ígérkezik egy könnyű mérkőzésnek. Nem ígérkezik, de ez a szép a sportban, hogy bármi előfordulhat, én tartom magunkat olyan csapatnak, ami bárhova eséllyel tud utazni, hogy győzzön. Mindig mondtuk, tehát napi papírforma fog dönteni. Az előző fél évben azt mondom, hogy ezek a kis egy gólocskák nekünk dőltek, a mi csapatunknak. Most ebben a második fél évben mi miattunk, egyéb körülmények között, vagy miatt valahogy nincs szerencsénk, lehet nem érdemeljük meg. Pont azt beszéltük, hogy már hosszú meccsek óta elgondolkodtunk. Dolgozunk, megyünk előre, mondom, ez a szép a sportból, hogy ki lehet javítani. Remélem, hogy ki fogjuk javítani. Köszönjük szépen, sok sikert kívánok! Én köszönöm szépen, és hajrá, Eger!